Kisvárda déli részén magasodik a felső szabolcsi kórház épülete. Az 1800-as évek óta folyik itt a betegek ellátása, azóta pedig számos változást élt meg az egészségügyi intézmény. Hamarosan egy újabb fejezet íródik a történetében, július 1-től ugyanis a magyarországi saját jogú metropolitai, vagyis a görög-katolikus egyház veszi át a működtetését az országos kórházi főigazgatóságtól. Mint az érsek metropolitától megtudtuk, a döntésük már jó pár éve megszületett a létesítmény átvételéről. Úgy fogalmazott, az egyháznak ma számos lehetősége van a megjelenésre, ha nem élnek ezekkel, az olyan, mintha elrejtenék a kincseiket. Fenntartóként a hitből fakadó elhivatottságot is erősíteni szeretnék a dolgozókban, ami reményeik szerint a betegellátásra is pozitív hatással lesz. Egy olyan ápoló jön oda gondozni a beteget, aki hivatástudatból teszi ezt, vagy olyan orvossal találkozik, aki a hivatástudat vezet, egészen mást kap, mint hogyha valaki a pénzért végzi el azt a feladatot. Hát azon dolgozunk, az a fő szent célkitűzésünk, hogy a kisvárdai kórházban is a legfőbb orvosoktól kezdve az ápolónőkön keresztül, akár még a fűtőig is hivatástudatból végezzék a munkájukat. Az egyházi vezető azt mondta, gazdaságilag és szakmailag is jól működik a kisvárdai kórház. Ezt a jövőben is szeretnénk megtartani, ahogy a munkavállalók foglalkoztatásába és az ellátásba se szólnának bele. Azt remélik, hogy a betegek ugyanakkor fokozatos fejlődést fognak majd tapasztalni. Noha a kórház lelkészeik már régóta szolgálnak az intézményben, jelenlétük nagyobb lesz a jövőben. Aztán már most létrehoztunk egy olyan helyiséget, egy beszélgető szobát, amely az orvosok, ápolók számára nyújt lelki támaszt. Erre megint a mostani feszült, nagyon megterhelt időszakban különlegesen szükség volt, hogy mennyire veszik igénybe, most még ezt nem tudom. Lassan fog ez átalakulni, és lehet, hogy nem annyira lesz érzékelhető közvetlenül sem a betegek, sem a ápolók, orvosok számára, hogy mitől más egy görögkatolikus kórház, könnyebb lesz. Egy kis görög-katolikus fatemplom felépítése is napirenden van a 10 éve felújított kórház területén, amely másfele kezetűek számára is elérhető lesz. Az egyház további tervei között említette emellett az érsek metropolita, a Debrecenben működő korai fejlesztőközpont bővítését és akár terjeszkedését is más városokban.